Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Channeling a Bibliából. Már többször említettem, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, a Biblia adott erőt annak idején számomra. Persze ezért még mindig nagyon hálás vagyok. Aztán jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, valahogy kerestem a kapcsolatot az égiekkel, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga, bizonyos szavaknál. És voltak gondolatok is, azon kívül ezek a szavak a Bibliából, ennek volt értelme, és így tudtam keresni a kapcsolatot ezzel a forrással, amit mutatok számotokra. Hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Kinyitom a Bibliát, még mindig a nyakláncommal. Valaki közeledni fog hozzád, és szeretne veled valamit tisztázni. Majd tisztán látod a dolgokat. Rendezni fogod az anyagi helyzetet, és javul az anyagi helyzet, pénz jön a házhoz. Azért légy óvatos, hiszen vannak ellenségek a környezetedben. Elfelejtettem kikapcsolni a telefont, de nem akarom ezt a videót most megszakítani, úgyhogy hagyom, hogy kicsöngjön. Bocsánatot kérek emiatt a zavarás miatt. Majd a jövőben ügyelek arra, hogy a telefon tényleg ki legyen kapcsolva. Tehát az üzenet az volt, hogy javul az anyagi helyzet. Amit még üzen a Biblia, hogy van ellenség a környezetedben, vagy volt valaki a múltban, aki megbántott téged. Sajnálom, hogy így alakult most, hogy a telefon így a háttérben csöng, de várok néhány percet, és akkor folytatom. Te kölcsön adtál valakinek valamit, vagy most adsz kölcsönt, ezt vissza fogod kapni. De majd úgy részletekben. Az is lehet, hogy te tartozol valakinek valamivel, és ezt részletekben tudod majd visszaadni. De minden rendben lesz. Ami a múltadat illeti, ez nem volt könnyű, hiszen mindenért meg kellett harcolnod.
Ez nem marad így, mert javulni fog a helyzet. Nem könnyű, de eléred a céljaidat. Hamarosan lesz egy jó hír, mert valaki segít neked, de lesz egy rossz hír is, hiszen valaki meg akar téged bántani, de ne foglalkozz ezzel. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderre!